A hosszabbítás után megnyert Pécs elleni mérkőzést követően másfél hetet készülhettek a kaszások elleni találkozóra a cápák. Az első negyed után 7 ponttal, két játékrész követően pedig már 15 ponttal vezetett a házigazda. Fordulás után elkezdték ledolgozni hátrányukat a vendégek, a negyedik negyed előtt már csak 4 pont volt az Óbuda előnye. Ismét elléptek a hazaiak, de a hajrá a nyíregyházái volt, így döntetlennel zárult a rendes játékidő. A ráadás is izgalmasan alakult, végül végső hármasával egy pontos győzelmet aratott Merin Mehmedovics együttese. Valahogy elején nem találtuk magunkat a ebbe csarnokba, ezt a pályát egy kicsit olyan specifikus mondjuk, finom szólva, de ők is meglepett minket egy olyan passzív taktikával, amit alkalmazott mindenki első része bajnokságban, ami nem tudunk megoldani dobással. Harcoltunk 30 valamennyi perc, és utána, amikor beindult a dobás, ráadásul ezt az emberektől, aki padról jöttek, akkor elindul a henger, és utána látható, hogy mi sokat jobban fizikai állapotban vagyunk, mint az ellenfél. Hoztunk egálról, és a hosszabbításból hál' Isten nyerünk, szívunk rendben volt, lelke rendben volt, harcoltunk, ahogy kell egy csapatnak harcolni. Szobi Dániel 26 percet játszva 15 ponttal járult hozzá a nyíregyháziak sorozatban 5. győzelméhez. Nehéz volt, hiszen az első perctől kezdve az Óbuda úgy jött ki, ahogy ezt egy hazai pályán lévő csapatnak kell. Meg is leptek minket a taktikával, úgy gondolom, hogy jó taktikát választottak. Kétélű volt ez a fegyver a részükről, hiszen az első perctől kezdve bizonyos játékosainkat feladták, a külső dobásainkat, és nem találtunk be. És egy ilyen meccsen, amikor az első pár percnél az ellenfél rögtön elhúz, nagyon nehéz kimászni ebből a mentális gödörből, és gyakorlatilag ezt görgettük magunk előtt a harmadik negyedig, amikor sikerült valami átszakadt, egy-két távoli dobás beesett, és az a 19-20 pontos előny, ami az Óbudának volt, az szépen lassan elkezdett fogyni. Kárle Ervin 41 percet játszott, és 19 pont mellett 11 lepattanót is szerzett. Az amerikai légiós szerint minden győzelemnek nagy értéke van ebben a bajnokságban. Úgy gondolom, ebben a ligában bárki meg tud bárni bárkit, és úgy is kell készülni minden meccsre, hogy úgy megyünk ki a pályára, hogy nem lehet lebecsülni senkit, és ezt megmutatja az is, hogy egy gyengébb csapat ellen is szoros meccset játszottunk, illetve a Pécset is meg tudtuk verni itthon. A forduló további eredményei a következők: Meavs TF Budapest 104-49, Deac 23, BKG Prima Akadémia 68-73, Vasas Akadémia Új Budamavc 63-77, Salgótarján Budafok 90-79, Cegléd Fót 76-96 és Pécsi VSK Jászberény 79-65. A tabella élén az Új Budamavc áll 16 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Pécset. A 7-11-jel 9. helyen álló Nyíregyháza szombaton 17 órai kezdettel a 7. Miskolcot fogadja a Continental Arénában.